Augusztus 25-én a záró rendezvényét tartották a térség településein található régi hulladéklerakók rekultivációját tartalmazó és bonyolító projektnek. A rendezvényre a Hotel Hableányban került sor. A záró rendezvényen a tiszatavi régióban létrejött egycélú önkormányzati társulás által megpályázott KEOP 2.3.0/2F/09 2009-0014 számú a felhagyott települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megvalósító projekt összegzését hallhattuk. A projekt az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásával valósult meg 2,8 milliárd forintból 100%-os támogatási intenzitással. A projekt kedvezményezettjének, a társulásnak a feladata az volt, hogy lezárja a betelt hulladék lerakókat, területüket újrahasznosításra alkalmassá tegye, megvalósítsa a természeti környezetbe illesztést, az utógondozást és ellássa a monitoring rendszer üzemeltetési feladatait. A pályázat megvalósítási helyszínei: Jász-Nagykun-Szolnok megye 12 települése, Hajdú-Bihar megye 2, Heves megye 6 és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9 települése. A munkálatok tehát 29 településen, 32 helyszínen zajlottak. A projekt 4 részben valósult meg. Az első részben 14, a másodikban 16, a harmadikban 1, a negyedik részben is 1 lerakó rekultivációja történt meg. 3 kivitelező végezte a munkálatokat, a DG Konzorcium, a Krupa Technika Kft. És az Erfavad Kft. A legelső műszaki átadás 2014. május 7-én, a befejező átadás 2015. augusztus 5-én zajlott. A záró rendezvény vendégeit először Pap Sándor, a projekt műszaki szakértője köszöntötte, majd átadta a szót a Gesztor település Tiszafüred képviselőjének. Virág Tibor elmondta, hogy önkormányzati képviselőként, majd alpolgármesterként a projekt utolsó 5 évéről vannak ismeretei. A Gesztor település nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ebben a sikeres projektben. Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövest polgármestere, először a régmúltról beszélt. 2007-ben merült fel, hogy pályázatot kellene benyújtani a települési hulladék lerakók rekultivációjára. Azóta 8 év telt el. Mezőköves nevében nyilatkozott, hogy a városnak soha nem lett volna pénze ennek a munkának az elvégzésére. Néha úgy tűnt, mintha megakadt volna a projekt, de aztán mégis sikerült folytatni, majd befejezni. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a rekultivációk sikeresen megvalósultak, a munkák közben a kivitelezőkkel nagyobb viták nem voltak. A társulás nyugodt szívvel állhat minden ellenőrzés elé. Dr. Fekete Zoltán is megköszönte az elvégzett munkát mindenkinek, aki abban részt vett. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy mutassák meg a rekultivált hulladék lerakókat, hiszen a lakosság nem is tudja, hogy ezek a munkálatok befejeződtek. Szűcs Gábor, a Tiszató 2005 Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a társaság a projekt utolsó részében lett felelőse a projektnek. Számukra a teljes lezárásig van még feladat. A záró rendezvény összefoglalója a tiszatavi régió hulladék lerakóit rekultiváló egycélú önkormányzati társulás megbízásából készült.